XRP Ripple, Stellar, Lumen, Hedera, Hashgraph, Cardano, nagyon sok ilyen és hasonló kifejezéssel találkoztatok az elmúlt időszakban, hiszen ezeknek az árfolyamai hihetetlen erősen tudtak emelkedni. Mint láthatok az XRP Ripple számunkra a DeFi Hungary közösségben a prioritás egyben szereplő portfólió része volt. amit tudnotok kell, hogy itt Amerikára elég erősen áthelyeződött a fókusz, aminek egyébként a témája ez a videó is lesz. Meg fogjuk vizsgálni azt a fontos összefüggést, ami különböző útvonalakon keresztül felfedezendő partnerségek, különböző olyan összefüggések, amik szerintem lobby és érdekköröknek a halmaza lesz. Tehát, hogyha téged az, hogy Amerikára miért hárul most nagyon nagy fókusz, illetve milyen kriptoprojektek részesülhetnek ebben a fókuszban, akkor mindenképpen csekkold le ezt a videót, nézd végig, és hogyha tetszik ez a videó, akkor mindenképpen lájkold be, illetve hagyj itt egy kommentet, ezt a kommentet írd meg úgy, hogy ez több mint 7 szóból álljon, így az algoritmus tudod segíteni, hiszen a YouTube algoritmusa jelenlegi helyzetben úgy működik, hogy ha és amennyiben nem lájkolod be ezt a videót, akkor soha többet nem fogja feldobni az én tartalmaimat. Tehát, hogyha ez téged érdekel, mindenképpen iratkozz föl, lájkold be ezt a videót, és hagyj egy kommentárt. Amennyiben szeretnél több tartalmat tőlem látni, abban az esetben checkold itt a oldalt, aminek az elérését most a Black Friday alkalmából egy redukált áron fogod tudni elérni. Ennek a kedvezményt itt a leírásban fogod tudni megtalálni. Ezen a platformon, ami Magyarország első kripto is, tehát le tudod tölteni a telefonodra iOS és Android verzióban, olyan tartalmakkal foglalkozunk, ami éppen aktuális a közösségünk számára, ahol egyébként több mint 1195 en vagyunk már bent. Találsz itt olyan tartalmakat is, mint oktatóanyagok, kurzusok, mindezt egy előfizetésen belül. Külön Különböző funkciók, amik nagyon hasznosak is, folyamatosan érkeznek elemzések, mint például a múltkor elemzésünk, illetve a november 25-i -e elemzés is. Folyamatosan érkeznek olyan információk, amivel azt gondolom, hogy rendelkeznek kell, és ez a platform arra szolgál, hogy kifejezetten a te általad megfogalmazott stratégiában segítsen. Tehát nem arról szól ez, hogy mi a kezedbe és a szádba adjuk azt, hogy te mit vegyél, vagy ne vegyél, vagy mikor adjál, vagy egyéb, egyébek, hanem szimplán arról szól az, az egész, hogy mi mit csinálunk hogyan nem ez a piacot, és emellé adunk rengeteg olyan hasznos funkciót, amit már itt nagyon sok év óta sikeres közösségként a DeFi Hungary zászlója alatt egy komoly közösség visz, és én azt gondolom, hogy ha ezt egy érdekel, akkor most itt a Black Friday alkalmából, mint mondtam, egy akció vár rád, amit meg tudsz tekinteni, minden link itt van a leírásban, illetve azokat a linket is meg tudod tekinteni, amik olyan tőzsdékhez vezetnek, mint a Binance, Bybit vagy OKX. Ezekről is készítettünk részletes leírás itt a oldalon, tehát ezt is csekkod le. Most viszont azt gondolom, hogy ugorjunk is bele a videóba. Ebben a videóban megnézzük azt is, hogy a bitcoin jelenlegi helyzetben hogyan eltettetnek a bitcoin elemzésnek a része a videó végére fog addig viszont átveszünk azokat az érdekköröket, azokat a kapcsolatrendszereket, amikkel azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell, hogy ismerkedj akkor, hogyha olyan coinokban vagy érdekelt, mint például a Ripple, mint például a Hedera Hashgraph, mint például a Stellar Lumen, vagy pedig akár a Cardano, vagy a Polygon Matic, szóval vessük is bele, agunkat ebbe a témakörbe. Ahogyan ismerik a mondást, minden út Rómába vezet, ember az esetben viszont minden út a Donald Trump megválasztásához vezet, ahol is ugye az Amerikai Egyesült Államok a kriptovaluták a Web3 középpontjává szeretne válni, és szeretné segíteni azt, hogy a bürokrácia leépítésével minél gördülékenyebben tudjon az a fejlődés megindulni, ami különböző olyan cégeknek a terjeszkedését jelenteni, mint például az amerikai Egyesült Államokban lévő kriptocégek. Itt ebben a videóban kiemeljük elsősorban azt a titulust, ami nem volt más, mint az úgynevezett Department of Government Efficiency, ez a úgynevezett Doge. Aki ismeri a Doge-t, ugye Doge Coin, ennek a rövidítése DOGE, az pontosan ennek a kifejezésnek lesz a rövidítése, ahol is ugye Elon Musk kapott nagy szerepet. Ugye Elon Musk azért lesz fontos számunkra, hiszen itt a SpaceX-en keresztül olyan partnerségek kötődtek, ami majd itt a Hedera Hashgraph tekintetében lesz fontos. Most viszont először is kezdjük azzal a másik olyan titulussal, ami az úgynevezett Donald Trump által kinevezett kriptócár titulus lehet, ahol is egyébként Brad Garlinghouse kapott reflektorfényt. Brad Garlinghouse nem más, mint a Ripple, azaz az XRP-nak a CEO-ja, azaz a felelős vezetője vagy alkotója. Ugye Brad Garlinghouse többet magával megalkotta a Ripple-t, és ugye az XRP ledger ami az olyan fizetési protokolloknak a technológiáját biztosítja, amit különböző technológiák is szeretnének alkalmazni. Sokan beszéltek itt CBD-szikről, tehát ugye központi bank digitális valutákról, és a Hedera Hashgraph is itt nagyon fontos szerepet kapott, illetve az XDC hálózat. Amennyiben és ez valóban így lenne, akkor ha Donald Trump valóban őt választaná meg kripto cárnak, mint a Web3 technológiáért felelős elnök, akkor abból tudunk kiindulni, hogy számára a Ripple vezetése ugye véget érne, a Ripple-ről vissza kéne lépnie, mint CEO, azaz felelős vezető, és mást kéne kineveznie, viszont ami nagyon érdekes az az, hogy a Ripple egykori dolgozói nagyon erős és komoly pozíciókban helyezkednek el az amerikai Egyesült többek között egyébként a Bank of International Settlements, a Fednél, illetve a World Economic Forumban is kaptak helyet ilyen és hasonló Ripple dolgozók, akik ugye korábban a Ripple-nél dolgoztak. Tehát én azt tudom mondani, hogy itt ez a lobby, ez az érdekkör abszolút ki volt már alakulva, és nem hiába volt nekünk is ugye az első számú prioritásban a Ripple, ami annak ellenére, hogy egy ilyen unalmas és oldalazó mozgást csinált, végre egy olyan mozgást tintott el, ami hihetetlenül erős volt. Egyébként a magyarok által legjobban preferált kriptovaluta nem volt más, mint a Ripple az elmúlt években, és hát nem hiába, én azt gondolom, hogy akik átláttak a sorokon, illetve tudtak olvasni a sorok között, láthatják azt, hogy a Ripple XRP igenis egy elég komolyan alátámasztott projekt volt. Itt most nem a Ripple-t akarom fényezni, nem szimplán ki azt emelni, hogy az érdekkörök, az amerikai csatornámokban lévő pozícionálások, amik történtek az elmúlt időszakokban, egyértelműen arra mutattak rá, hogy a Ripple szeretné magát hosszú távon fenntartani. Míg más altcoinok eltűntek a súlyesztőben, úgy egyébként sok intézményi befektető és intézmény tartott olyan portfóliót, mint például a Bitwise is, ahol egyébként az altcoinok körében a solana kívül a Ripple mindig ott volt. Itt, amikor mi altcoin portfóliót építettünk, azt vizsgáltuk, hogy milyen az intézmények által támogatott altkoinokban helyezkednek el ezek az intézmények, és abban gondolkozunk mi is, mert nagy valószínűséggel ezek olyan lejátszott körök, amik a későbbében ki fognak bontakozni, és hát, mint láthatjuk, most nagyon szépen kis ki bontakozott ez. Még a ripple az fűződik az is, hogy a Wisdom Tree, ami egy intézmény, ami egyébként több XRP LTP terméket nyújtott már be az európai országokban, most itt az USA-ban beszeretné úgyhogy benyújtotta azt a kérelmet, ahol is ugye XRPT-ről van szó az amerikai tőzsdefelületnél, mint tudjuk, itt megint visszatunk csatolni arra a hírre, amit pár napja volt aktív, illetve aktuális, hogy először is Donald leszeretné azt építeni, hogy amerikai kripto cégeknek a konjain keletkezett nyerességekre szabjanak ki adót. Ez az egyik, a másik pedig ugye az volt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban lévő amerikai törzsdefelület elnökét, Gary Genslert, aki ugye éllovassa volt annak, hogy belekössön különböző kriptoprojektébe az első napján levás, ugye Gary Gensler jelentette azt, hogy január 20-án, 2025. január 20-án le fog mondani, ezt a lemondását be is nyújtotta, és addig egyébként milyen érdekes, hogy azt látjuk, hogy a demokraták lesznek folyamatosan kontrollban, és január 20-án Donald Trump fogja teljes mértékben átvenni a vezetést az amerikai Egyesült Államokban, és hát pontosan, ahogy mondta Donald Trump, On my first day I'm going to fire Gary Gensler, és Gary Gensler, ugye láthatjuk, erre abszolút hallgatott, és most január 20-án el is fog menni az SCC-től. És ezért gondolom az, hogy ezt a víznauncsóját, a benyújtott ETF kérelmet az XRP-re el fog elfogadni, egyébként a Solana ETF mellett, ami miatt én azt gondolom, hogy az amerikai befektetők nagy része most ezekbe a cégekbe, ezekbe a coin fektetett be, mint XRP, vagy Solana, vagy, vagy továbbiak, amiről fogunk beszélni. másik jó hír az nem volt más, mint hogy az XRP ledger szeretné használni az Arch X is, ami egy úgynevezett tokenizált Money Market Fundot szeretne indítani. A Money Market Fund ugye arra szolgál, hogy olyan eszközöket szeretnének kereskedni emberek, vagy hát szeretnének olyan terméket kínálni, amik tokenizált a blokklánc felhelyezett eszközök, és itt az Aberdeen Dean intézményről fogunk beszélni, amely szintén érintett ebben, hiszen az Aberdeen az archex en keresztül tokenizálja az XRP Ledger-t használva az eszközeit, és így fog tudni elindulni egy olyan tokenizált money market, amit egyébként láthatunk már a Franklin Templetonnál is, illetve láthatunk más olyan cégnél is, mint például a Polygon Matic-nél, ahol a Franklin Templeton a Polygon-t szeretné használni, mint hordozó technológia. Ezek mind olyan bikás hírek, ami miatt a Ripple most még több reflektort fény kapott. Térjünk is ki akkor megint csak az Aberdeenre, a Hedera Hashgraphre, a Stellar Lumenre, és az, hogy ez hogyan függhet össze ezek az érdekkörök, vagy olyan összefonódhattak-e korábban, vagy sem. Erre a kérdésre is szeretnénk válaszolni, mert igenis, így most kezdi kiadni magát az a képlet, hogy ezek az érdekkörök, ezek az emberek valószínűleg egymással kontaktban voltak, és most ugye a játékuk, ez az egész teória kezd kimantokozódni. Beszéltünk a Hedera Hashgraph-ről, beszéltünk az Ripple-ről. Miért gondolom azt, hogy az amerikai és lévő amerikai tőzsde felügyelet elfogadhatja az XRP ETF-et. Ha visszamegyünk az időbe, akkor biztos emlékeztetek arra, hogy a Binance US-ben dolgozó, mint vezető, Brian P. Brooks nagyon fontos ember volt. Most, hogy a Trump adminisztráció elindul, Brian P. Brooks pályázik az amerikai törzsdefegyelet egyik fontos pozíciójára. Brian P. Brooks amennyiben bekerülne az SEC, ez az amerikai törzsdefegyelet komoly pozíciójába, elfogadhatná az XRP ETF-et. És ami nagyon érdekes csavarít megint, hogy ő egy komoly pozíciót tölt be a Hedera Hashgraph-nél is. Most a Hedera Hashgraph-nél dolgozó Brian P. Brooks bekerül az SEC-hez, amely esetlegesen elfogadja majd később az XRP ETF-et. A Hedera Hashgraph ugye érdekelt az Aberdeen-ben. Az Aberdeen, amely ugye tart XARCH részvényeket hihetetlen nagy számban, és alkalmazza az úgynevezett Money Market Fundhoz az XRP ledger -t. Megint csak összeáll a kép, hogy ők együtt dolgoznak, együtt szeretnének, egy jövőt építeni. És hogyan kerül most a képe a Stellar Lumen? ezt is meg szeretnénk most vitatni. Ez ismernünk kell azt, hogy a Stellar Lumen vezetője, J. McCaleb, bocsánat a kiejtésért, nem mást mint a West nevű céget is birtokolja, amely partnerségben van a SpaceX-el. Na most itt milyen érdekességek vannak a SpaceX és az XLM között? Hát nem más, mint hogy a SpaceX-nél a Hedera Hashgraph alkalmazta, vagy a Hedera Hashgraph-et alkalmazta a SpaceX, az Interstellar, azaz a világűrbe történő adatátvitel megoldásokban, amely ugye különböző műholdakon keresztül történt a földre és vissza. És itt a Hedera hashgraph technológiát alkalmazva tudták implementálni ezt a technológiát, ami miatt a Hedra Hesgraf az elmúlt időszakban hihetetlen nagy erőt és felfutást kapott. És ezáltal, hogy az XLM, azaz a Stellar Lumen vezetője a Vestet birtokolva partnerségben van a spacex el így a Stellar Lumen is egy olyan érdekkör, egy olyan össze összekapcsolódási pontot mutatott föl nekem, ami érdekesítette az XLM-et is, azaz a Stellar Lument. És hogyha ez még nem lenne elég, vigyük tovább a kört. Most térjünk kicsit ki arra a cégre is, ami tényleg abszolút el volt felelős és sokak által mint gag, mint mém volt, különböző videók témája, méghozzá a Cardano, az a coin, ami nagyon sokáig nem csinált semmit, csak oldalazott eset, és hogy milyen érdekesek vannak itt. cardano -nak az alapítója, vezetője Charles Hoskinson. Charles Hoskinson a Trump adminisztráció bevezetésével szintén a kriptovalutákért felelős, komoly pozíciót fog betölteni az amerikai Egyesült Államokban, mint legislatív egység, tehát mint komoly orgánum. Cardano ugye kiemelte azt a hírt is az elmúlt időszakban, hogy Hedra Hashgraph-vel szeretne együtt dolgozni. Ezeket vizsgálva elhangzottak olyan nevek is, mint Franklin Templeton, ki tudjuk azt emelni, hogy melyek lehetnek azok az amerikai cégek, amelyek ezekben az érdekkörökben érdekeltek lehetnek. És pontosan ezért emelném ki a Polygon Metiket is, ami átnevezte magát most POL-re, mert POL is egy hosszú-hosszú ideig oldalazó unalmas coin volt, amelyet teljes mértékben el szeretné az ember engedni, mert annyira nem csinál semmit, míg más ugye Solana hihetetlenül kilőtt, de itt arra szeretném megint csak felhívni a figyelmet, hogy sosem szabad Elveszíteni a fonalat, és mindig azt kell vizsgálni, hogy az Amerikai Egyesült Államokban lévő cégek érdekkörök hogyan helyezkednek, és amennyiben nagyobb intézmények tartják ezeket a koinokat. Lásd itt a bitwise-t, lásd itt a különböző más olyan egységeket vagy intézményeket, amiket mi vizsgáltunk. Addig abból tudunk indulni, hogy itt valószínűleg a fiúk lejátszák egymás között a lapokat, és a nap végén arra fognak törekedni hogy a saját projektjeiket tudják előtérbe helyezni, és ehhez tökéletesen fog asszisztálni Elon Musk, illetve Donald Trump is, ami miatt én azt gondolom, hogy ezek az érdekkörök itt mindenképpen fontosak, hogy legalábbis megismerd őket, és tudd azt, hogy mi hogyan függ össze. Tehát remélem, hogy ebben a videóban ezzel a kisebb kitérővel, vagy kisebb bemutatóval meg tudtam neked azt mutatni, hogy milyen érdekkörök vannak az USA-ban, ezek hogyan függnek össze, és miket érdemes tudni, mely projektek lesznek itt kifejezetten fontosak, és miért, és hogyan tudtuk ezt megállapítani, hogy nekünk itt a portfóliónkban például a Ripple be tudott kerülni az első olyan prioritásba, ami miatt most profitokat tudtunk realizálni. Ezeket megvitatva tehát megtanultad azt, hogy milyen összefüggések vannak itt különböző politikai érdekkörökben, milyen szereplők lesznek itt relevánsak, és miért. Megnéztük azt is, hogy mely projektek lesznek itt érintettek, és azt is, hogy hogyan. Remélem, hogy ez a videó hasznos volt számodra, ha hasznos volt, akkor mindenképpen lájkolt like -old be, illetve iratkozz fel erre a csatornára. Most viszont, ahogy ígértem a videó elején is, nézzünk bele a piacba, nézzük meg azt, hogy mi történik most az altcoin piacsal, mi történik most a bitcoinnal, és az Ethereum-mal vágjunk is bele. Mint láthatjuk, a BTC-nél föl volt már nagyon régóta rajzolva az az oldalazó és ereszkedő mozgás, amit március 15- -e óta, 17- -e óta folytattunk. Ez egy több mint 150 napig tartó oldalazó és ereszkedő mozgás volt. Itt nagy valószínűséggel a mostani videó nézőinek a fele nem is volt itt, hiszen a klasszikus esetben, hogy az emberek csak akkor jönnek be a piacba és amikor az árfolyam hihetetlenül örösen elrugaszkodik. Ha itt lettél volna az elmúlt egy illetve másfél évben, akkor mindenképpen jó áron tudhattál volna akkumulálni bitcoint, illetve ethereumot, most már az ár nagyon erősen elrugaszkodott, és több mint 90 ezer dolláros szinten helyezkedik el, és klasszikus esete az természetesen a piacnak, hogy pont mikor már megvásárolná az ember az első bitcoinját, vagy az első bitcoin kitettségét, szépen rájuk rúgják az ajtót, és visszacsapják lejjebb és lejjebb. Én felkészülnék arra is most ebben az elrugaszkodásban, hogy teljesen normális lenne az, egy ilyen gyertya sorozatot látván, mint ez, hogy az árfolyam visszatesztelheti akár a 80, és most kapaszkodjatok meg, kapaszkodjatok meg mindannyian, ott akik nézitek ezt a videót, 86 és 87 ezer dolláros szintet. Ennek az első indikációja az lenne, hogyha a 90 ezer dollár szint alá tudnánk bezárni, és onnan folytatva várnám én azt el, hogy a bitcoin, el tudna onnan rugaszkodni. Ezt mi alapján vizsgálom én, ezt az alapján is vizsgálom, hogy például kialakítottam és létrehoztam nektek egy olyan indikátort, amit elértek itt a www.defiangri.com oldalon is. Ezt az indikátort vizsgálva láthatjátok azt, hogy a napos csárton például én várom azt, hogy vissza tudunk ide jönni, legalább a 86-87 ezer dolláros szint közé. Ehhez egyébként a 4 órás sártot fogom vizsgálni, hiszen az az a legfontosabb indikátor jelzésünk, ami először tudta azt jelezni, hogy elveszítettük ezt az emelkedő mozgást. Tehát itt láthatjátok, hogy az indikátorunk a 4 órás sárton jelzett, hogy ezt a szintet áttörve ereszkedni fogunk míg amíg ezt nem vesztítettük el, addig folyamatosan egy támasz zónáként viselkedett. Hogyha szeretnél erről az indikátorról tanulni, akkor mindenképpen csekkold, mint mondtam itt a linkekben lévő leírás, illetve a weboldalt. Az indikátor, mint mondtam, hogy az elemzésünkhez csatolva egy nagyon jó segédeszköz, de alapvetően én azt gondolom, hogy az alapvető technikai elemzést is meg kell tanulnod. Ehhez is készítettem egy oktatóanyagot, amit meg tudsz találni. Szintén a linkek itt vannak a leírásban, a Deep Angry Trading ö, oktatóanyag. Remélem, hogy azzal alapvető és akár haladók számára is hasznos technikai elemzést fogsz tudni megtanulni, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz ahhoz, hogy tudj elemezni egy árfolyamot, illetve egy grafikont. Nézzük akkor meg, hogy mik lennének a fontos szintek, mint mondtam, 87 és 86 ezer dollár szintig történő ereszkedés, és onnan elrugaszkodunk. Történt eladás, mint tudjuk a Bitcoin ETF-eken keresztül jött a nagy beáramlás, ami a Coinbase Premiumon volt látható, na most viszont ugye nagyobb régi tartók is elkezdtek realizálni, annak ellenére, hogy Michael Saylor bejelentette azt, hogy 5,5 ,5 milliárd dollárért szeretne még vásárolni bitcoint. Én azt gondolom, hogy ennek a rollinak még korán sincs vége, és szerintem fogjuk látni azt a szintet, ami a bűvös 100 ezer dollárra szint megütése lesz. Én azt mondom, hogy ez időzíteni, hogy ez mikor lesz, ez nagyon nehéz, de technikailag ameddig itt ezen a szinten helyezkedünk el, és ilyen aktivitást látok on-chain, addig én azt gondolom, hogy ez abszolút meg tud történni. ethereum is meg fogjuk vizsgálni, ethereum vizsgálva, aki követte, nézte, vizsgálta az elemzéseket, és nem csak az emelkedő árakra jött be, tudhatta azt, hogy mi ide a 3350-es szintre vártuk az Ethereum-ot. 3350 dollár azért fontos, mert ez számunkra az úgynevezett point of control lesz, tehát a legnagyobb volumenben kereskedett zóna lesz, ahova föl tud jönni az Ethereum ára. Ide föl is jött, elutasítást kapott, és megint visszajött, és megint így koncentrálódik az árfolyam. Tehát ezért fontos a technikai elemzés, mert így megtanulod azt, hogy hol vannak ezek a zónák, ahol nagyobb támaszt kaphat egy adott eszköz, egy coin, vagy akár Nyersanyag vagy rész, vagy tök mindegy micsoda. Technikai elemzés a nap végén ugyanúgy működik minden egyes eszköznél. Point of control a következő, az nem lesz más, mint itt fönt a 4000 dolláros szintnél lévő zóna. Én az első célzónámat ide tűzném ki egészen pontosan 4600-ra majd pedig 6100-ra, és a legjobb és legdurvább esetben akár 8000 dolláros szintek környékére. A másik fontos, amit vizsgáltunk, az a bitcoin dominancia volt. A bitcoin dominancia mondja meg azt, hogy a az befektetők a bitcoinjukból szívesebben mozognak át más befektetési alternatívákban, mint például altcoinokba, ezért látjuk azt, hogy annak ellenére, hogy a bitcoin korrekcióban helyezkedik el, más altcoinok, mint például Injective protokoll, amiről beszéltem meg annyiszor az elemzéseimben, hogy jól fog teljesíteni, vagy Sui, vagy Tau, vagy Avax nagyon szépen el tudtak rugaszkodni. Míg amíg a Bitcoin dominancia esik, és az altcoinok realiznak, nagyon szépen ezek az altok föl tudnak jönni azokba a zónákba, ha én például realizálni fogok. Például az Injective protokollnál 32 és 35 dollár között, a különböző más coinoknál, mint például Sui, négy már egy realizálandó zóna volt számomra, és a többi más, amit egyébként itt a defiangri.com oldalon, a tagsági oldalon fogsz tudni megtekinteni. Mint mondtam, Black Friday akció mindenképpen csekkold le. A másik dolog, amit még vizsgáltunk, az a usdt dominance, tehát a dominanciája a dollárnak, hogyan állnak a befektetők jelenleg a piacban, maradnak inkább dollárban, maradnak inkább altokban vagy bitcoinban. Ezt is láthatjuk, hogy ennek az ereszkedése és az elvált zónánkból, honnan berajzoltuk ezt a nyilacskát lefelé, tökéletesen működött és nagyon szépen jött is egyébként ez az elemzés. Mint tudjátok, a Defi Hungary nagyon komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, tehát aki azt hiszi, hogy ez a csatorna ugyanazon a szinten van, mint három éve, az nagyon téved. Mint mondtam, össze nem lehet hasonlítani, mint láthatjátok, ez a dominancia és szépen esik le, ami miatt én azt gondolom, hogy ebből a szintből meg tudunk pattani vissza, de alapvetően jól nézünk ki, és ha mennyiben ez ereszkedni fog továbbra is, addig is úgy gondolom, hogy az altcoinokba, illetve a különböző más kriptóba fog tudni átállalni a pénz, és ez természetesen jót fog tenni nekünk. Ezek lennének jelenleg a legfontosabb tudnivalók. Nekem az elvárásom az az, mint mondtam, bitcoinnál, hogy a 86 ezer a szintet megtartva fölfelé fogunk tudni ívelni, Ethereumnál pedig a 3000 350-es szint lesz a legfontosabb zónánk, ahova mindig vissza fog vonzódni az árfolyam, amelyik ezt el nem hagyjuk. 3500-es szint ettütése lenne az első olyan pont, ahol azt mondom, hogy rendben Ethereum szeretne elrugaszkodni magasabbra, addig viszont továbbra is vizsgáljuk a szektorokat, vizsgáljuk a folyamatos információkat, érkeznek ide az elemzések az oldalra, vigyázzatok matokra, lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok föl, csekkoljátok le a linkeket, és sziasztok!